A Magyar Diáspora Szövetség mind a tavalyi, mind az idei pandémiás időszakban felmérést végzett a digitális oktatás és egyéb lezárások testmozgásra gyakorolt hatásáról. Az eredmények visszaigazolták a sejtéseket, a tanulók fizikai aktivitásának szintje az idei tavaszi lezárások idején még súlyosabb visszaesést mutatott. Ebben a helyzetben hatalmas szerep hárul az új tanévben az iskolákra és a testnevelést oktató pedagógusokra, hogy az iskolákban ismét biztosítsák a tanulók számára az egészséges fejlődéshez szükséges közepes és nagy intenzitású, valamint erősítő jellegű rendszeres testmozgás lehetőségét. Magyarországon azért azt kell látni, hogy a mozgástér az azért mégiscsak az iskolákra redukálódik a leginkább. Tehát Magyarországon a mindennapos testmozgásra az iskolákban van a legnagyobb lehetőség, ott van ugye a mindennapos testnevelés is, amivel kapcsolatban én azt gondolom, hogy ez egy rendkívül jó intézkedés, és rendkívül jó lehetőség is arra, hogy mondjuk a gyerekek ezt a napi 60 percet, vagy legalább egy napi 45 percet mozgással töltsék. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy ott az iskolákban újrainduljon a mindennapos testnevelés, az iskolai diásportkörök és az iskolai sportfoglalkozások. Mi ebben szeretnénk mi is ösztönzést tenni, és azért indítottuk korábban a NetFit rendszerünket el, hogy mérni is tudjuk a gyerekeknek a fizikai állapotát. Azokat a fizikai paramétereket, amelyek a legáltalánosabbak, itt a testtömegindextől kezdve a hajlékonyság, a hátizom, tehát meg tudjuk azt mondani, hogy az ülőéletmód, a elhízás esetleg, az állóképesség az hogyan alakul a gyerekeknek a szempontjából, és ezért javasoljuk nagyon, hogy most a testnevelő tanároknak, hogy most szeptember-októberben minél hamarabb kezdjék el a fittségmérést a tanórai keretek között, ugyanis most nagyon-nagyon szépen fogjuk tudni látni azt a fejlődést, azt a fajta beavatkozást, hogy most ha újra elkezdődnek majd azért a tesi órák, újra elkezdődik a napi szintű mozgás, akkor nagyon egzakt módon láthatóvá fog válni egyébként a gyerekeknek a fittségi állapotán a javulás. Ezért ösztönözzük nagyon most a testnevelőket, hogy mit csinálják meg a méréseket. A Magyar Diáspora Szövetség egy újítással igyekszik megkönnyíteni a pedagógusok és a diákok dolgát. Igyekszünk minden olyan dolgot megragadni, amely a kötelező érvényű dolgokat, mint például a mindennapos testnevelés, vagy például a fittségmérés, ezek kötelező dolgok, és ezeket általában nem szeretik a fiatalok, de még egy csomószor egyébként a tanárok sem feltétlenül, és azért egy olyan applikációt készítettünk most a NetFit mellé, ami nagyon-nagyon könnyűvé teszi ennek az egésznek a használatát, ami azt jelenti, hogy egyrészt a testnevelő tanároknak most már nem úgy kell csinálni a mérést, hogy papírra fölviszik a méri eredményeket, majd utána gépre azt föltöltik a világhálóra, vagyis hogy hát a különböző adatbázisokból, hanem applikáción keresztül azonnal föl tudják a gépre vinni az eredményeket, sőt, a gyerekek maguknak le tudják tölteni a saját telefonjukra már, aki természetesen annyi idős is van neki, ezt az applikációt, és lehetőség nyílik mondjuk egy azon testnevelés órákba egy évben körülbelül, ha jól tudom, ilyen 2-3 órában, tanórában belefér az, hogy egyébként a fittségmérést végig lehessen csinálni az összes gyakorlatot, és erre a 2 vagy 3 órára a gyerek be tudja vinni magával a telefont, és saját maga is fel tudja az applikációra tölteni az eredményeit, és utána csak oda kell adni a testnevelő tanárnak, és a testnevelő tanár hagyja jóvá az eredményeket. Szóval ezzel is próbáltuk felhasználóbaráttá is, és szerethetővé tenni a fittségmérést. Mint Balogh Gábor elmondta, elkészült a diákolimpiai versenynaptár. Szeptemberben már elkezdődnek a versenyek, a szövetség azt szeretné, ha október végéig eljutnának a megyei, illetve a regionális döntőkig. Bár B-tervel is készülnek, bíznak abban, hogy tavasszal valamennyi sportágban meg tudják majd rendezni az országos döntőket.